Az ösztöndíjasok a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola dísztermében írták alá a Magyar Nemzeti Tanáccsal kötött ösztöndíjszerződéseiket. Mint mondják, nagy anyagi terhet vesz le a vállukról ez a támogatás. Mindenképp fontos az anyagi szempontból, viszont azt gondolom, hogy ösztönözés arra, hogy a tanulmányaiban továbbra is sikeres legyek. Lajkó Flórián több éven át a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjasa volt. Idén demonstrátorként kapja a támogatást. Jelenleg 2 elsőéves orvostan hallgatom van, és az én feladatom tehát az általam megélt tapasztalatok, az információknak az átadás az elsőéveseknek, amellyel könnyebbé tudom tenni az előrehaladásukat, és úgymond gördülékenyebbé teszem nekik a tanulásukat. A Magyar Nemzeti Tanács az első körben 312 ösztöndíjat ítélt oda hallgatóknak, illetve 71 demonstrátor számára. A támogatás összege havi 90 és 150 euró dinár ellenértéke. A Magyar Nemzeti Tanács Magyarország kormányának, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának és a Bertlen alapnak köszönhetően 12. alkalommal hirdette meg az ösztöndíj pályázatait, amelynek egyértelműen az a célja, hogy arra ösztönözzük a fiatalokat, hogy a középiskola befejeztével tanuljanak tovább, és hogy az itthoni továbbtanulást válasszák minél nagyobb számban. Hisszük és gondoljuk azt, hogy a magyar közösségünk megmaradásának záloga a képzett, a tudás, a tudomány és a kultúra iránt elkötelezett értelmiség, illetve fiatal értelmiség. Az eseményen jelen volt mások mellett Hajnal Jenő, az MNT elnöke, Vicsek Anna Mária oktatási államtitkár és Kern Imre, Szabadka alpolgármestere.